Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Kozmikus üzenetek. Ezek az üzenetek nem naponta jönnek, hanem akkor, amikor én észreveszem a napi horoszkópban, hogy valami fontos történik, és úgy érzem, ezt közölnöm kell, hiszen akkor fel tudtok készülni bizonyos eseményekre. Tudjátok, hogy mi várható a következő napon. Ez a felvétel most november 23-áról számol be. És milyen kapcsolatok vannak a bolygók között ezen a napon? Uránusz bolygó kapcsolatban van Merkur bolygóval. Ezt a kapcsolatot quincunx aspektusnak nevezzük, ami különböző, vagy kivált belőlünk bizonytalanságokat. Nem lehet tudni, hogy konkrétan mi várható. Uránusz bolygó, az jelenti a változásokat, vagy valami, ami olyan meglepetésszerűen jön. Merkur bolygó, az pedig utal cselekvésekre, szerződésekre, tanulásra vagy kommunikációra. Uránusz bolygó visszafele tekint, és az vagy fékezi az eseményeket, vagy jelenti a múltat. Valaki gondol rád a múltból, beszélni akar veled. Itt lesz egy meglepetés. Lehet egy találkozás is, amikor nem is számítasz erre. De különbözően hat ez ki rád. Uránusz bolygó az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, a kos jegyében, tehát a tűz elemében van. Elsieti a dolgokat, akkor is, ha visszafele tekint. Lehet türelmetlenség, vagy lehet beszélgetés, amikor valaki mond neked valamit, és nem gondolja át, hogy fejezze ki magát, elsieti a dolgokat, vagy kimond valamit, amit esetleg később megbán. De ez a tűz eleme másképp is hathat az eseményekre, hiszen jelenti a lelkesedést is, hogy valaki közöl veled valamit, és ez lelkesíteni fog téged. Lehet, hogy ezáltal megváltozik a véleményed, vagy lesz egy új irány, másképp alakulnak a dolgok, mint ahogy te ezt tervezted. Merkur bolygó, az a Szkorpión jegyében van, és a Szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát itt érzelmekről van szó. Ezen a napon előfordulhat, hogy valaki mond neked valamit, de nem gondolja át, hogy hogyan fogalmaz, és lehet, hogy ez megbánt téged. Vagy valaki megpróbálja siettetni a dolgokat, és még vissza kellene tekinteni a múltba, hiszen ott vannak bizonyos témák, amit rendezni kellene, vagy meg kellene ezeket beszélni egymással. A Szkorpión jegye gyakran jelenti a titkokat is. Előfordulhat, hogy valaki keresi veled a kapcsolatot, kicsit meggondolatlan, rád bízza az ő titkait, és elmond olyan dolgokat, amit talán később megbán. Az is lehet, hogy valaki eltitkol előled valamit, és te érzed azt, hogy van ugyan kapcsolat, van ugyan beszélgetés, de a háttérben még ott vannak a titkok. Az is lehet, hogy neked kellene titokzatosnak lenni,
de van ez az Uránusz hatás, és elsieted a dolgokat, elmondasz valakinek valamit, amit később megbánsz, hiszen a titkaidról van szó. Ha én ezt így összefoglalom, itt változásokról van szó, beszélgetésekről van szó, Uránusz bolygó a tűz eleméből másképpen reagál, mint Merkur bolygó a víz eleméből, vagy elsietitek a dolgokat, és itt kommunikációról, tehát szavakról van szó, hogy kimondatok olyan dolgokat, amiről talán nem kellene beszélni, de másképp is lehet a helyzet, hogy eddig minden olyan titokzatos volt, ami megbántott téged, és most megvan arra a lehetőség, hogy nyíltan beszéljetek egymással, hiszen eddig mindig úgy gondoltad, hogy a másik eltitkol előled valamit. A hold a Reváti holtházban van, ez az utolsó holtház, és jelenti azt, hogy valamit be kellene fejezni. Itt nem arról van szó, hogy le kell zárni bizonyos dolgokat, hanem inkább azt jelenti, hogy a célokat elérni, vagy azt, amit eddig kiépítettél, azt most be kellene fejezni, hogy véget érjen most ez az időszak, hogy elérd a céljaidat, hogy ki tud építeni azt, amit eddig már elkezdtél, van itt egy alkotás, ezt kellene befejezni. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!